Üdvözlöm Önöket! A heti tévéhíradóját látják! Itt Orbán Viktor miniszterelnök alá tartozik, és az ő közvetlen irányításával működik majd egy új közigazgatási egység, a miniszterelnöki kormányiroda, amely a kormány döntéseinek előkészítését és végrehajtását felügyeli, mondta el a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter. Rogán Antal közölte, a kormány kabinet struktúrában dolgozik majd, az eddigi stratégiai és gazdasági kabinet mellett kiemelt szerepet kap a Nemzetbiztonsági Kabinet Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével. A Lázár János a miniszterelnökség élén váltó Gulyás Gergelyről úgy fogalmazott, Gulyás Gergely miniszterúrral szerintem kiváló csapatot fogunk együtt alkotni, amely fűzte hozzá, még kiegészül egy közigazgatási egységgel, mert Orbán Viktor miniszterelnök alá fog tartozni közvetlen miniszterelnöki irányítással a miniszterelnöki kormányiroda, amely a kormány döntéseinek előkészítését és végrehajtását felügyeli nagyon komoly szakemberek vannak ebben a kormányban, hiszen két szécsényi díjas politikus is helyet kapott, aki azt mondja, hogy ez nem egy szakmai alapon nyugvó kormányzás, az nem mond igazat, vélekedett Deák Dániel. A politológus az új kormány összetételéről azt mondta, hogy nyilvánvalóan szakértői kormányzásra lehet számítani, amelyben megvannak a politikai vezetők is. Példának hozta, hogy továbbra is Rogán Antal irányítja a kommunikációt a kormányon belül, azonban a honvédelmi tárcát igazi katona ember irányítja. Hozzátette, ebből is látszik, hogy a szakértelem rendkívül fontossá vált az új kormányban, ezzel párhuzamosan pedig továbbra is megvannak a fontos pozíciók. A magyar kormány segítségével épülhet újjá egy lerombolt iraki keresztényváros. Az iraki település küldöttségét Orbán Viktor kormányfő, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Balogh Zoltán az emberi erőforrások minisztere fogadta az országházban. A tanácskozás után Szalár Szulejmán Hurmez Kadzsó, Telszkúf plébánosa elmondta, azért jöttek, hogy köszönetüket fejezzék ki közösségük az iraki keresztények nevében a magyar kormány segítségéért és a magyar emberek támogatásáért. A plébános azt mondta, Magyarország által nyújtott támogatás révén több mint ezer család költözhetett vissza otthonába, újra nyíltak az iskolák, helyreállították a templomot és az utakat. Szalár Szulejmán úr Mescadzó, szerint az élet kezd normalizálódni az iraki településen, így úgy vélik további több mint három, négyszázan térhetnek vissza a következő hónapokban is azok közül, akik a környező országokban, Törökországban, Libanonban és Jordániában várnak arra, hogy, vissza, hogy visszatérhessenek. Balogh Zoltán el mondta, Teszkúv plébánosa abból a régióból érkezett, ahol 950 családi otthont állítottak helyre. Ugyanebbe a körzetbe tartozik az a kórház is, amelynek egész éves gyógyszerköltségét vállalta a magyar kormány. Továbbá a katolikus egyház támogatását kiegészítve 250 millió forintból egy komplett iskola is felépült a magyar kormány segítségével, fejtette ki a miniszter, megjegyezve, ez csak az észak-iraki régió. Külföld nem mond le tisztségéről Viori Kadáncsila román miniszterelnök. A Klaus Johannis államfő által lemondásra felszólított kormányfő a Románia TV hírtelevíziónak kijelentette, semmi okát nem látja annak, hogy leköszönjön. Még a kormánykoalíció támogatását élvezem, és mivel az elmúlt három hónap kormányzása során jó eredményeket értünk el, semmi okát nem látom annak, hogy lemondjak, idézte az Ager Press hírügynökség a miniszterelnököt. A kormányfő úgy vélte, semmi szükség nem volt arra, hogy Johannis Elnök bejelentse bizalma megvonását. Ez szerint a nemzetközi téren a Romániába vetett bizalom gyengülését eredményezheti. Megjegyezte, Romániát partnerei stabil országnak kell, hogy lássák, amelybe befektethetnek és a ahová bizalommal utazhatnak. Legutóbb már 35 ezeren tüntettek Spanyolország északi részén az ellen, hogy a vártnál enyhébb ítélet született öt szexuális támadó ügyében. A tüntetések már harmadik napja tartanak, csütörtökön még csak pár ezeren demonstráltak. A 35 ezer fős szombati részvétel a Pamplónai rendőrség becslése. Az öt férfi még 2016. júliusában Pamplónában a bikafuttatások idején támadtak egy 18 esztendős nőre, aki feljelentette őket. A 26-29 év közötti férfi fiak, köztük egy katona és egy csendőr nemi erőszakvágyával került rács mögé. A támadók azt vallották, hogy minden a nő beleegyezésével történt, a navarrai bíróság pedig el héten végül csak szexuális visszaélésben találta bűnösnek a vádlottakat, és egyenként kilenc év börtönre ítélték őket. Oroszországnak, Törökországnak és Iránnak segítenie kell Szíria kormányát abban, hogy megtisztítsa országát a terroristáktól, mondta Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter Moszkvában, azután, hogy tanácskozott török és iráni kollégáival. Hozzátette, a három országnak együtt kell működnie abban is, hogy Szíria ne darabolódjon szét a nyolcadik éve tartó polgárháború lezárását célzó erőfeszítések során. Moszkva, Ankara és Teherán igazán érdekelt abban, hogy Szíria egységes állam maradjon. Fejtette ki az orosz külügyminiszter. Mohamed Javad Zarif iráni külügyminiszter E három oldalú megbeszélésen elismételte, hogy a rendezést célzó különböző fórumoknak nem szabad versenyezniük egymással. Szavai szerint eddig csak az asztanai tárgyalások jártak konkrét eredményekkel a szíriai konfliktusban, más nemzetközi kezdeményezések nem. A török külügyminiszter is úgy nyilatkozott, hogy az asztanai tárgyalások folytatását részesíti előnyben. Észak-Korea májusban végleg bezárja a fungeri nukleáris gyakorlóterét, a létesítmény felszámolása nyilvánosan amerikai és dél-koreai szakértők, újságírók jelenlétében zajlik majd, közölte Jung Jung Chang dél-koreai elnöki szóvivő. Jun szerint Kim Jong-un észak-koreai vezető a Moon Jae-in dél-koreai elnökkel pénteken tartott Pán Minjoni csúcs találkozója alkalmával tette erre ígéretet. A szóvivő szerint Észak-Koreában emellett 30 perccel állítják az órákat, hogy ugyanabban az időzónában legyen az ország, mint déli szomszédja. A szaúdi vezetésű koalíció gépei légi csapásokat mértek Jemen fővárosára, Szanára, és kioltották több lázadó parancsnok életét, jelentették arab hírtelevíziók. Az Al-Arabia híradása szerint a szaudi koalíció gépei több fővárosi célpontra mértek csapást, így a belügyminisztérium épületére is, ahol éppen a síta 20 lázadók parancsnokai tanácskoztak. A támadásban több lázadó vezér életét vesztette. Az al a szaudi televízió úgy tudja, hogy a 20 erő két parancsnoka esett áldozatul. Más részletek egyelőre nem ismertek. Jemenben 2014. augusztusa óta tart a polgárháború az Irán által támogatott húszik és a Szaúd-Arábia által támogatott nemzetközileg elismert jemeni elnökhöz a riádban tartózkodó Aved Mansur Hádihoz hű erők között. Elkezdődött Jeruzsálemben egy új nagy követségi negyed tervezetének kidolgozása, jelentette be Joav Gallant. Az izraeli építkezésekért felelős miniszter még azelőtt felvetette az ötletet, hogy Csehország, Románia és Honduras kapcsán is olyan hírek láttak napvilágot, melyek szerint az amerikai Egyesült Államok és Guatemala után ők is szeretnék Tel Avivból Jeruzsálembe költöztetni külképviseletüket. Gallant levelében arra kérte az illetékes döntéshozókat, hogy kezdjék el a jövőben költöző nagy követségek helyszínének előkészítését. Készítését. Elő kell készítenünk egy új földterületet erre a célra. Utasítottam a minisztériumomat arra, hogy mi hamarabb tegyen lépést az ügyben, mondta a miniszter. Az izraeli vezető azt is elárulta, hogy több nevet is javasolt az új negyed kialakításához, olvasható a Jeruzsálem poszt Bár elsőként nagykövetségi negyed néven gondolkodott, később a Trump negyed ötlete is felmerült benne, tekintettel arra, hogy az amerikai elnök májusban történelmet ír, amikor a világon elsőként valóban átköltözteti országa nagykövetségét a zsidó fővárosba. Végőgazdaság. A téli és tavaszi fagyok az idén nem okoztak, érdemi kárt a magyar szamóca ültetvényekben, ezért a termelők a kedvező hozamú évekhez hasonlóan 700-800 hektárról mintegy 15 ezer tonna szamócát takaríthatnak be közölte a Fruit Web Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Gyümölcs Főbiztosságának elnöke. A Ferenc ismertette, hogy a magyarországi szamolca termő terület 40-50%-át teszik ki a szabadföldi termesztés, amelynek hektáronkénti termelési költsége évente 4-8 millió forint, míg a hajtatott termesztés ennél többe kerül. A magyar szamóca szüretelése a viszonylag kis területe, területű fűtött fóliákban vagy üvegházakban április 10-e és 20-a között a fűtetlen helyeken április 20-a és 30-a között kezdődik, ugyanakkor nagyobb mennyiségben csak május első felében a szabad földi kultúrák betakarításával jelenik meg a piacon. A magyar szamóca fogyasztó jára áprilisban kilogrammonként 2300 forint körül mozgott, míg az import gyümölcs ennél jóval csak nem 50%-kal olcsóbban volt kapható. A vásárlók a magyar szamóca árának jelentős csökkenésére májusban az alacsonyabb termelési költségű szabadföldi szamóca megérkezésével számíthatnak, tette hozzá. Most következik az időjárás jelentés, híreinkről pedig bővebben a heti tv.com, illetve a internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! Íme hát a hétfő, igaz rendhagyó így a két piros betűs nap között, de valljuk be, majd minden szabad napnak is megvan a maga sztenderdje. Lássuk, mit kínál ehhez az időjárás. Napos idő várható, gomoly felhőképződéssel, délután és este helyenként zápora az ivatarral. A déli, délnyugati szelet több élénk helyenként erős lökéssel kísérik majd, az ivatar környezetében a viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok és afölött valószínű, ami az évszakos átlagnál 4-6 fokkal melegebb így ma akár nyaralás érzete is lehet, ha elutazunk valahova, még ha nem is nagy bőröndökkel indulunk útnak. Jó magam egy fecskével és egy törölközővel a vállamon, a közeli sportuszodáig sétálok. Bátran, szinte kötelezően ajánlom az úszást minden kedves nézőmnek. És igaz, még nincs érvényben az UV-sugárzás figyelmeztetés, de a déli órákban már erős lesz a nap, így 20-30 percnél többet ne legyünk fedetlen testtel, még a sokat ajánlott védőkrémekkel sem. Vigyázom mindenki az egészségére, viszontlátásra holnap!